Az Esthajnal Nyugdíjas Klub rendszeresen tartja a kapcsolatot a megye más nyugdíjas klubjaival, többször tesznek eleget meghívásoknak, és ők is vendégül látják a partnerközösségeket. Több alkalommal adtak már otthont megyei kulturális bemutatóknak, művészeti találkozóknak is. Ez a klub 1963. január 1-én alakult, nem sokára az 50. évfordulónkat ünnepeljük, és mai létszámunk 60 fő. Volt, amikor voltunk 100-an is. Ez igen, nagyon jó társaság. Nagyon szeretjük, nagyon-nagyon jobban vagyunk a művelődéshez vezetőjével, ugyanis az indulásnál, az alapításoknál valamikor ők is közrejátszottak, és végképpen oda tartozunk. A polgármester úrral is nagyon jobban vagyunk, minden évben többször eljön hozzánk, és a város dolgairól azért elbeszélgetnek, eligazítanak bennünket. A rendőr urakat is meg szokjuk hívni, abból kifolyólag, hogy ugye az időseknek a lopásokra, meg mire kell vigyázni. Minden héten kedden itt vagyunk a művelődési házban, 2-4-ig vagyunk. Itt minden megy, beszélgetés, viccelődés, meg megbeszéljük ugye az éves programokat, mikor mik lesznek. Mindenféle ünnepet megtartunk, egyébben 4-szer tartunk bált. Ugye már abból élünk, mi önfenntartók vagyunk. Ha nagy bajban vagyunk, akkor kérünk a polgármester úrtól, vagy a műfásztól egy kis segítséget. 25 éve vagyunk a Életet az Éveknek tagja az országosnak. Ott mindig vannak megyei rendezvények, és oda mindenhova mindig megyünk. Versmondás, sport, dalos találkozó. A klubélet egyik fontos mozzanata a negyedévenként megtartott születés- és névnapok, amikor a beszélgetés mellé zsíros kenyér és tea is társul. Vannak olyan ünnepek, hogy a anyák napja, nőnap, minden van. Azokat mindig a hölgyeket egy szál virággal megajándékozunk, a férfiak kapnak egy sört. Egyébben egyszer van egy különleges nap, egy ivónap, amikor minket is megvendégelnek a hölgyek. Ugye ez is nagyon jól esik nekünk, nem sokan vagyunk férfiak, és azért nagyon jól esik. Én 3 éve vagyok a vezető, nagyobb ünnepekkor, mint pont most is, mindig a katolikus általános iskola kis csoportosait mindig meghívjuk szerepelni. Ez már évek óta megy, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó örömünk van bennük, és ők is nagyon szívesen jönnek ide. Megvendégeljük őket szépen, és nagyon-nagyon boldogok. Alig várják, hogy jöhessenek. A keddi összejövetelek és az évi 3-4 kirándulás mellett a kulturális élet is helyet kap a klub életében. Mindig megyénél van összejövetel, ilyen negyed évente. Ebben van a dalos találkozó, van a sportnap, van a seregszemle, az ilyen vegyes, és akkor van a versmondó. Meg Szakály szokott bejönni az aratóval, az minden évben. Hát Tamási mindig azért rendezi a dalost, mert nekünk van színpadunk, Bonyhád Tamási, meg Szekszárd, de Szekszárd mindig a versmondot szokta rendezni, mert hát az a megyei központunk. És az Életet az Éveknek 25 éve vagyunk tagja, és most is mi fönn voltunk a férjemmel, mi megyei küldöttek vagyunk. Az uniós kongresszuson voltunk, nagyon nagy megtiszteltetésben voltunk, 9 országból voltak, úgyhogy elmutatták, hogy ott az öregekkel hogy bánnak. Az Esthajnal Nyugdíjas Klub tagjai fontosnak tartják a klubéletet, ahol a különféle témájú előadások mellett a közös mozgásra, a beszélgetésekre és az ünnepek közös megtartására is van lehetőség. Közösségben legyünk. Ezért sokkal jobb. Én le vagyok most a napközi otthonban, ott mint egy tag csak, semmi más. Itt meg voltam azt hiszem 30 évig klubvezető. Közösen csinálunk valamit, egymást meghallgassuk, és segítünk a másiknak.